싫어. Akkor egy impression szeretnék egy gombóc emberfagyit, igaz? Nagyon jól, és tényleg nem azért mondom, mert ugye itt futballozom, hanem tényleg a város az nagyon szép, mi nagyon megtaláltuk itt a számításainkat, ugye a két lányommal és a feleségemmel nagyon jól érezzük magunkat, hát itt nagyon sok időt töltünk itt a nagy erdőn, illetve itt a Békástónál, mert szenzációsan tényleg szép, és itt van minden, a gyerekek tudnak rollerezni, fagyizni, úgyhogy nagyon szeretünk itt élni. Szeretnénk is maradni, úgyhogy mindent megteszek tényleg azért, hogy én is és a csapat is jól szerepeljem. Nehéz ez a gyerek szempontjából, nyilván egy felnőtt szempontjából sokkal egyszerűbb. A váltás a gyerek szempontjából kellett nagyon átgondolnunk mindig, hogy hova megyünk, jó lesz-e ott nekünk. Hál' Istennek nagyon jól tudott alkalmazkodni a nagyobbik lányunk is ehhez, úgyhogy ezért is vettük az akadályt, ismételtem most, hogy Debrecenbe átjöjjünk, mert azt láttuk, hogy ő abszolút követ minket. Úgy érezzük, hogy ezt a kanyart azt jól vettük, úgyhogy bátran mertünk most is váltani. Nem egyszerű, de azt hiszem, hogyha érzi a gyerek, hogy minden rendben, akkor ez is rendben. Azt tudni kell, hogy nőuralom van, de megmondom őszintén, hogy ez egy, tehát nem is uralomnak mondanám, hanem tényleg egy női szekció, akik mindenbe támogatnak. Mikor megszületett Mira ugye 4 évvel ezelőtt, akkor kicsit úgy óckodtam ettől, hogy tényleg, hogy úristen, hogy hazamegyek, és nem olyan a hangulatom, akkor én hogy fogok így hirtelen váltani. De nem is nekem kell váltani, hanem ők váltanak egyszerűen, és tényleg olyan vidáman tud hozzám szólni, hogy egyszerűen tényleg ez így átkapcsol a fejembe, és tényleg egy kudarcot is sokkal könnyebben meg tudok emészteni, mint azelőtt, és ezt nem gondoltam volna, mert én azért tényleg olyan ember vagyok, aki szokott így örlődni elég sok mindenen, és néha butaságokon is, amit így félre kéne tenni, de nagyon jó, hogy tényleg itt vannak ők, mert így át tudnak lendíteni, így elfelejtetik velem ezt a dolgot, és utána már nincs időm, se energiám, se erre koncentrálni, hanem tényleg a családra, és ez nekem tényleg egy nagyon pozitív feltöltődést ad amúgy. Hű, ez egy 11 éve tartó kapcsolat, 11 éve ismerkedtünk meg Patrikkal. Ez egy mérkőzés sem volt, vagy hát, hogy ő kijött még U19-es Európa-bajnokság volt Nyíregyházán. Én még amúgy gimnazista voltam, Nyíregyházán tanultam, és pont talán Európa-bajnokság volt. Kijöttek megnézni az egyik barátnőjével, és ott ő látott engem, és akkor felvettük a kapcsolatot valamelyik, hát már meg nem mondom, Messengeren vagy valahol. Akkor már az én barátom, aki az ő barátja is volt, mutatott engem neki, és akkor kiintegetett, és itt kezdődött a mi kapcsolatunk. Följött utána Pestre, egyetemre, és ott találkoztunk, és így összejöttünk aztán. Hát azóta már a jó pár éve együtt vagyunk, úgyhogy így boldogítjuk egymást. Nem trambolinoztam. Nem trambolinoztam. Mi volt? Lassan egy éve lesz itt Debrecenben, hogy itt vagyunk. Nagyon szeretünk itt lenni. Nagyon jó, egy élhető nagyváros, minden megvan. Igazából a gyerekek szempontja, mint említettem már az előbb is, nekünk nagyon fontos, és hát Debrecenben azért minden adott ahhoz, hogy az ő kis életüket rendezzük, óvi, majd ha esetleg hosszú távon ez így maradna, akkor bölcsi. Mirának most kezdünk el nézni valamilyen kis tánciskolát, tehát hogy minden olyan dolog adott, ami nekünk fontos. Jó futballista apa? Igen. És szoktad nézni a meccseket? Igen. Amikor gólt rúg, mit csinálsz? Ezt
Mira már ugye olyan nagy lány, hogy ő szokta követni, ugye most sajnos a Covid helyzet miatt ugye csak tévéből, vagy ugye élő streamen nézte, de ugye a legutolsó meccseken már kint volt ő is a stadionban, úgyhogy ő mindig szurkol és kérdezi tőlem, hogy na apa, akkor mikor állsz be esetleg, hogyha nem játszok éppen, vagy szép gólt rúgtál, tehát ő már azért úgy hozzá tud szólni, úgyhogy az meg tényleg még jobban esik, hogy ő is azért elismerés, és látja ő is, hogy apa focizik, tudja is, hogy ilyen az élet, hogy itt most itt focizom, és itt vagyunk ebben a környezetben, úgyhogy ez így tényleg, amikor boldog vagyok, akkor meg az is, hogy ők is még boldogabbak ezáltal, úgyhogy az így följebb tudja tornászni ezt az eufórikus állapotot. Nyilván, hogyha nyer a csapat, akkor minden a legnagyobb rendben, örül mindenki. Mi is, ő is. Nagyon jó is volt, mi ki lehetett járni meccsekre, mi is jöttünk mindig, még a második gyerekünk Tamara nem volt meg, de nagy hassal jöttem és szurkoltunk, és amúgy már a mostani utolsó meccsen is kint voltunk, amire már lehetett jönni, úgyhogy nagyon jó volt, pont ugye a bajnokavatás is, és igazából az a nehezebb eset, hogyha kikap a csapat, vagy éppen nem kap ki a csapat, de Patriknak nem megy olyan jól a játék, azt érzi. Ő egy elég lelkis típus, képes sokáig rágódni dolgokon. Ilyenkor egy kicsit össze kell szedni fejbe őt, de természetesen mindenben támogatjuk, és próbáljuk őt előre vinni, és pozitívan hozzáállni, hogy lesz ez még így se, vagy jobb is. Most már így, hogy itt a családom az elsőleges a család, és róluk kell elsősorban gondoskodni, és most itt ez a futball tényleg, amit ugye Isten adta tehetségem van, és ebből tudom, ezt tudom kamatoztatni, és tudok ebből úgy megélni, de nyilván ez egy véges dolog, úgyhogy azok után nyilván gondolkoztam már azért, mondjuk ki, hogy tényleg azért, ha futballista vagy, és egy életen át ennek szenteled a karrieredet, akkor maradsz, próbálsz a futball berkein belül maradni. Nyilván én is ugye ezt tervezem, esetleg edzősködés, de nem is feltétlenül edzősködés, még azt így pontosabban, ezt még így homályosan látom, de mindenféleképpen a futball közelébe szeretnék maradni, nem is edzőként, esetleg ott a futball körüli tevékenységeket végező bármilyen személyként én szívesen maradnék, hiszen nyilván én ebbe nőttem föl, hát 5 éves korom óta futballozom, ugye nyilván ez kölyök futballról, de profi szinten már ugye 16 éves korom óta ott vagyok, tehát tényleg ez az életem, úgyhogy nem is csináltam mást. Vannak hobbiaim, meg szeretek dolgokat csinálni, de azért mégiscsak a futball az futball. Bazsinak is adj egyet! Bazsinak adj egyet! Egyes voltak! Cicsi!